Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet mit üzen neked, és miről hallgat? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A bal oldalon látható kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, ott azok mindent felfalnak, és akkor nincs ott semmi. Ez arra utal, hogy ő elveszített valamit, vagy fél attól, hogy veszteség lesz. Ez utalhat pénzügyi dolgokra, de utalhat egy párkapcsolatra is. A következő kártyáknál megnézzük azt, hogy min töpreng, mi foglalkoztatja őt a gondolataiban. Itt ő áll a középpontban, erre utal ez a férfi, tehát itt róla van szó az ő helyzetéről. Ott van mellette a pénzkártya, ahol a halak láthatóak, és a halak utalnak anyagiakra. És az alatta lévő kártyán látható egy férfi, aki ostorozza magát, és itt vannak fájdalmak. Mivel itt a kártyáknál az ő gondolatairól van szó, fél attól, hogy veszteség lesz, vagy elveszíti a munkát, az is lehet, hogy valaki kihasználja őt, és ez fáj. Itt vannak anyagi veszteségek is, de a halak jelenthetnek belső értékeket, és nem értékelik őt, és ez bizony fájdalmas számára. Az lehet, hogy most őt nyomasztja ez a helyzet, de visszatérve az egerekre. Az egerek eltávolítanak valamit. Az tényleg lehet egy ilyen helyzet, hogy ő elveszíti a pénzét vagy a munkáját, de amit én érzek ennél a kivetésnél, hogy az egerek ezeket a furcsa gondolatokat távolítják el. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a képen a csillagok láthatóak, és ez utal az ő érzelmeire, tehát belülről érzi azt, hogy minden jóra fordul, és megvannak nála a tervek, az álmok, a remények, hiszen ezen a kártyán láthatunk egy tündért, és az utal az álmokra. És mit jelent ez? Ő álmodik, vagy álmodozik rólad. A következő kártya azt jelenti, hogy mit közöl veled. Ezen a képen ott fent jobb oldalon látható a felhő, tehát minden beborult, így átláthatatlanok a dolgok. Vagy nem közli azt, ami őt foglalkoztatja a gondolataiban, nem mer beszélni az álmairól, az érzelmeiről sem. Természetesen erre is utalhat ez a kártya, de lehet más jelentése is, mégpedig, hogy közli azt veled, hogy ő a jelenlegi helyzetéből keres egy kiútat, mert jelenleg minden olyan borús. Ez a kártya, ez egy időkártya, és jelent fél évet. Azt is közölheti, hogy fél éven belül rendezni akarja a dolgait. A következő kártyák azt fogják mutatni, amit ő szívesen mondana neked, de nem meri kimondani. Én most azzal a kártyával kezdeném, ahol ez a hölgy látható. Ez a nő ott van az ő környezetében, és utal hamisságokra, hazugságokra, vitákra, veszekedésekre, mivel
A kártya alatt ott van ez a horgony, ami utal a munkára, a munkahelyre. Ez a nő lehet a főnök nője, vagy egy kolléga nője is, de itt vannak viták, nehézségek. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, hogy van az ő környezetében egy bizonyos hölgy, aki gonosz, rossz indulatú, és mivel ez a horgony az utalna az ő biztonságára, amikor ő úgy érzi, hogy igen, ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni, le tudok horgonyozni, és ez a nő azon mesterkedik, hogy elhúzza a talajt a lába alól, és nála minden összeomoljon. Ki ez a nő? Mindenkinél mást jelenthet. Mint mondtam, lehet egy kolléganő, de lehet egy családi, egy rokoni kapcsolat is, lehet egy rossz szomszédság, vagy pedig egy volt kapcsolat, az ő exe megpróbálja őt tönkretenni. És ahogy látjuk, ott a harmadik képen felül, ott házak vannak, meg ez a lovas hintó, ami utal változásokra. Az lehet egy munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy ő szeretne ezen a helyzeten valamit változtatni. Ezek a kártyák azt mutatták, amiről ő nem akar beszélni. De miért hallgat? Miért nem beszél erről? Lehet, hogy nem akar problémákkal téged szomorúvá tenni, vagy ha az ex-partnernőjéről van szó, nehogy azt gondolt, hogy itt kibékülésről lesz szó, nem akarja azt, hogy te elbizonytalankodj, vagy legyenek itt félelmek. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, hogy ez nem rá vonatkozik, hanem rád, hogy a te környezetedben van egy hamis kolléganő, vagy egy rossz indulatú barátnő, és ő ezt látja, de nem akar beleavatkozni ezekbe a dolgokba, hiszen ő úgy érzi, te megbízol ebben a nőben. De ő úgy gondolja, vagy bízik abban, hogy itt lesznek változások. Lehet, hogy egy költözködés által. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy miért szeret téged, mit szeret nálad. Ezen a képen a virág utal a te szépségedre, a nőiességedre. És ez a fiatal lány, aki átöleli ezt a virágot, az jelenti a fiatalos kisugárzásodat, az ártatlanságot, és utalhat ez a kártya még a kreatív tevékenységekre is. A következő kártyánál az lesz látható, hogy mi köt össze benneteket. Ezen a kártyán láthatóak a csillagképek, ami szerencsét hoz, tehát egy szerencsés párkapcsolatra utal. Azt is jelenti, hogy ez a szerelem megvan írva a csillagokban. És amit ez a kártya még közöl veled, az jelenti a lelki kapcsolatot, egy lelki utat, az utalhat egy ilyen kármikus szerelemre is. És amit ez a kártya még jelenthet, utal az álmokra, ugyanúgy, mint ahogy láttuk nála ezeket az álmokat, álmodozásokat, ez a tündér mutatta ezt neked, és az azt jelenti, hogy ő álmodik rólad, megvan köztetek ez a lelki kapcsolat, mély érzelmekkel. Ez a jóslás megrendelhető nálam 3500 forintért. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!